Szentély északi homlokzat, harmadik ablak, első láncsablak, nyugati láncsablak, második ablak szeme száma, 3-1-2. Két nagy törött üveget találtam, láttam benne, kisebb törések a szélén, ugyan az a technika, minden ugyanaz, amit eddig láttunk, semmilyen ezektől való eltérés nincs, kívülről a kő hordázat látszik, azt szeretném megnézni, hogy milyen állapotban van. Nem túl rossz. Van egy enyhe vasasodás, látszik, de az ablak, az ablakszem még viszonylag jó állapotban van. Hát ilyen a szokásos forrasztás, és rendben van. A befogás is ugyanolyan, mint az eddigieknél volt. Semmi eltérőt nem látok. Itt csavar, tégi vas, kovácsolt vastant alatt a rész, és vakolat lefog egy ízlapot, amit hozzá tapasztottak, hogy amihez tapad hozzá, ami alá befut az ólomüveg ablak. Felső befogás. Fényből visszatérünk. És látszik a plé, és látszik alatta, fölötte a vakolás. Ez a szentély, 3-1-2-es ablak a száma, harmadik ablak, északi homlokzat, nyugati láncsa ablak, második ablak szem.